Isten hozta, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és külön köszönet azért, mert úgy fogadta el ezt a felkérést, hogy azt mondta, hogy ha veszít, ha nyer, ön ma este idejön, ezek szerint nem ment biztosra? Jó estét kívánok! Isten is hozott, és egy repülőgép is, elnézést kérek a késésért, mert Németországból jöttem direkt egy szakmai útról, és nagyon örülök, hogy a kereszténydemokraták ma este többen vannak, mint a választások estején Márki-Zayék itt a jégpályán, ha jól látom a számokat. Az illendőség is azt kívánja, meg ami bennem van, az is azt mondatja velem, hogy nem csak a meghívás lehetőségét kell megköszönnöm ma este, hanem ebben a teremben nagyon sokan vannak, akikkel 1995-ben találkoztam először. És hogyha megkérdezik, hogy az én igazi politikai családom hol van, és melyik közösség az, még a szüleim a kisgazdapártban szocializálódtak, hiszen az édesapám nagybátyja volt Olá Sándor, független kisgazdapárti képviselő, aki 90-ben volt a parlamentben. Én Rabcsák András mellett nőttem föl politikai értelemben, és az itt ülők közül majdnem minden sorban van olyan, akit 1900 kívül a hölgyek, akiket 1994-95 óta ismerek. Tehát a saját politikai közösségem és identitásom nagyon erős, nekem a KDNP, pontosabban az MKDS, Harrak Péterre nézek, az első politikai közösségem és az első politikai családom. És a politikai család és a család fogalma számomra kötelesség. Itt mesélem még azt el, hogy a Fidesz mai sikerében a jelenlévő KDNP-seknek és MKDS-eseknek történelmi érdemei vannak. Ezt ma már nagyon sokan elfelejtik. Nem akarom a koalíciós tárgyalásokban erősíteni a KDNP és az MKDS szerepét, de 1997-ben, amikor az MKDS 11 képviselője közös frakciót hozott létre a Fidesz 22 képviselőjével, akkor ennek azért volt óriási jelentősége, mert ez volt az első releváns lépés a 98-as választások megnyeréséhez vezető úton, és az első közös frakcióülés Mártéi község területén volt, a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat üdülő területén, és nekem kellett megszervezni ezt a frakcióülést. És ez 22 fideszes képviselő és 11 KDNP-s képviselő, MKDS-es képviselő jelenlétét és a hozzájuk tartozó csapat jelenlétét föltételezte. Ennek a megállapodásnak eredményeképpen lett például Áder János a parlament alelnöke. És azon a frakcióülésen az volt a jutalmam, a munkajutalmam 1997-ben 20 évesen, hogy beülhettem a frakcióülésre, a közös frakcióülésre. Amit az nehezített meg, hogy bár október első hétvégéje volt, irgalmatlan hideg volt, Varga Laci bátyánk szobájában nem volt fűtés, amit meg kellett oldanom. Többen rumos tea után kiáltottak, aminek súlyos következményei lettek, és örökre megpecsételték a politikai együttműködését a kereszténydemokratáknak és a fideszeseknek, és ennek a technikai lebonyolítója lehettem. De azt soha nem felejtem el, hogy 97. októberében nem volt reális az a gondolat, hogy meg lehet Hongyuláékat verni. Tehát 97. októberében úgy ültek össze 33-an, az akkori Fidesz kereszténydemokrat képviselők, hogy nem világos, hogy egyáltalán van esély. Így indultak neki a csatának. Jól emlékszem Kövér László szavaira. Stumpf István is ott volt egyébként, mint fő tanácsadó és a polgári együttműködés szervezője, és azt gondolom, hogy ez az én életemben egy nagyon fontos indítógomb volt, és azonnal belesodródtam a politikába. Köszönöm, hogy felelevenítette ezeket az emlékeket és élményeket. Egyébként tényleg, és szerintem nem is hallhattuk még például akár a kereszténydemokrata párthoz való kötődését és ezt az emlékezetes emléket. Több kérdés is felmerült ennek kapcsán bennem. Az egyik, hogy akkor lehet, hogy pártot vált és átül a kereszténydemokratához? Nem, de azt mindenki tudja, hogy nekem a kereszténydemokratákkal a szövetségem, a kötődésem, a hozzájuk tartozásom az nagyobb evidencia, mint a Fidesz, mert 2000-ben lettem csak Fidesz tag.
Sokkal hamarabb dolgoztam a kereszténydemokratákkal együtt. Nekem Harag Péter volt az első munkaadom. A minisztériumban. Hát ugye az történt 1999-ben. Nem, még van kérdésem, várjon. Bocsánat, várjon. Annyi mondandóm van, olyan régen beszélhettem ennyi ember előtt. 4 évig szilenciumon voltam, hagyjanak már beszélni. Bocsánat, Andrea, egy pillanat. Csak azt akarom elmesélni, hogy 99-ben, mikor felfüggesztették az elődömet, mindenkit kirúgtak a városházáról, szinte ugyanazok az emberek, mint akik most ott ülnek, és engem rúgtak ki elsőként, és nem volt állásom. A szüleim nagyon kemény emberek, mondták, hogy kisfiam, hát ezt választottad magadnak, tartsál ki becsülettel, jártam egyetemre, egy kempingbiciklim volt, és Rabcsák András sem a pénzszórásról volt híres, ezért megkérte Harag Pétert, hogy engem vegyen föl a minisztériumba, hogy valami lehetőségem legyen levegőt venni egyáltalán, és akkor ketten harcoltuk végig tulajdonképpen Rabcsák Andrással azt a másfél évet. Rubovszky György, Izsépi Tamás, Harag Péter, Latorca János és a többiek segítségével is. Ez a fajta összetartás, amit én ott megtanultam 1994-től, ami minden mai napig jellemzi a KDNP-seket, fiatalokat és öregeket, ez a fajta összetartozás, lojalitás, egymáshoz kötődés, ez más politikai közösségben szerintem nincs, és soha nem tapasztaltam. Ugye ön azt mondta, nagyon bizakodó volt a választási eredmény után, és azt mondta, hogy az a polgárháborús időszak, ami ahogy utalt rá, ugye Márki-Zay Péter megválasztás előtt, sőt már a igen. kampányban elindult, az most le fog zárulni. Ön komolyan így látja ezt? Hiszen, én abszolút így látom. Hogy polgármester marad Márki-Zay Péter. Tehát... Én azt hiszem, hogy sokszor beszélgettünk már a jelenlévőkkel, és itt a KDNP-re mindig az intellektuális igényesség volt a jellemző, ezért most megengedek magamnak egy rövid kitérőt. Itt egy abban az értelemben fontos intellektuális csata zajlott, hogy az új amerikai liberális életszemlélet, kampányfölfogás és politikai divat nyer Hódmezővásárhelyen, vagy létezik még a paraszt Párizs, amiről Ady Endre beszélt, létezik még egy parasztpolgári kultúra, ahol a jó gondolkodású polgárok tartják kezükben a dolgokat. És a dolgok a munkáról szolgálnak, a teremtésről, az alkotásról, és nem a mindent lerombolni féle destruktivitásról. Megmondom őszintén, 4 évig bizonytalan voltam abban, hogy van-e még társadalmi értelemben véve többsége annak, amit mi képviselünk. Én ebben a teremben merem mondani, én egy kulák családból származom, hogy érthető legyen mindenki számára, mert akkor értik, miről akarok beszélni. És teljesen világos volt, az édesapám azt mondta, hogy ez egy kulák üldözés, ami zajlik Hódmezővásárhelyen. Tehát van a városnak egy konzervatív keresztény középosztálya, egy polgársága, és vannak magukat vesztesnek érző társadalmi csoportok, akiket üres szöveggel föl lehet lázítani, lehet uszítani, gyalászkodással, mocskos szövegekkel, útszéli stílusba, olyan emberekkel szemben, akik az úriemberség okán tehetetlenek ezzel a kocsma stílussal és utcai harccal szemben. És az volt számomra az intellektuális dilemma, hogy létezik-e még az a vásárhely, amiben én beleszülettem, vagy egy olyan generációs váltás történt, ezrek haltak meg évente, hogy eltűnt az a generáció, az öreg parasztpolgárok, kulákok, háborút megjárt veteránok és családjaik generációja, akiknek a múlt, a kisgazda, a kereszténydemokrata, néppárti hagyományok fontosak. Ez a meccs nem volt lejátszva, és most ezt a meccset lejátszottuk. 1000 év után végre Magyarország révbe ér. Szerintem 3 dolgot kell ehhez csinálni. Először is a politikának kereszténynek kell lennie. Tehát a politika iránya Magyarországon keresztény kell, hogy legyen. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez vonatkozik a politika belső erkölcseire is. Fideszre és KDNP-re, illetve a Fideszre, nem a KDNP-re, Fideszre nyomatékkal mondom ezt. A politika erkölcseit és a politizálást valóban keresztény irányba és értelemben kell folytatni. A második, hogy szerintem szociális alapú kormányzásra van szükség, szociális jólét, keresztény szociál politikát kell csinálni szerintem a következő 10 évben, lásd ukrán gazdasági következmények, és a harmadik, hogy erős államra van szükség. Tehát keresztény politika, szociális állam és erős állam. Ez a 3 föltétel, szociális kormány, erős állam, ez a 3 föltétel együttesen biztosíthatja ennek a célnak az elérését. És ezt szerintem meg kell fogalmazni, illetve valami programot adni kell a következő 10 évre, ahhoz, hogy ez a 3 milliós közösség, amit létrehoztunk, ez tartósan egyben tartható legyen, és ne csak a baj, a veszély, a háborús fenyegetés, a veszteség, hogy valamit elvesztünk érzést tartsa össze, hanem az is, hogy valamit elértünk, megküzdöttünk, és ezt meg kell tartanom. Lázár János, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.